Élettel telt meg a parkfürdő, a 33-as medence mellett napozó hölgyek és urak, a vízben pedig játszadozó gyerekek. Csak néhány szóba összefoglalva a szombati látképet. Egy fürdőszolgáltató életében a legfontosabb a főszezon, ezért egy egész napos programkavalkáddal készültünk, mondta el Lajtosné Pap Noémi divízió vezető, aki hozzátette, a kicsiknek ugráló várral és kreatív sarokkal, a felnőtteknek megduplázott szauna szánszokkal kedveskedtek. Nagy öröm számunkra, hogy az államközi egyezmények értelmében Szerbiából, illetve Romániából is tudunk külföldről fogadni vendégeket. Szerencsére szép számmal eljöttek hozzánk, illetve természetesen a határainkon belülről is a turistákat, makóiakat, kistérségi lakosokat is egyaránt szeretettel fogadtuk a nap folyamán, illetve az időjárás is mellettünk volt, ami nagyon-nagyon jó jel arra, hogy milyen nyárnak nézünk elébe. Bízunk benne, hogy a fürdőfesztiválon, a szezonzáró strandpartin, illetve a sportnapokon is ilyen kedvező időjárásban lesz majd részünk. A délután folyamán a testmozgás sem maradhatott el. Gera Andrea Nippon Zengo órát tartott, melynek során a felsőtest és a karok átmozgatására irányultak a gyakorlatok. A mozgásforma, ez egy japán eredetű küzdősport, van aerobikkal összepárosítva. Lényegesen gyorsabb, mint egy normális aerobik. És itt ugye kar- és lábmunkák vannak összehangolva, illetve ütések és rugások. A pandémiát követően a fürdőzők közül sokan talán most hallhattak először élőzenét, melyről a Blues Bell együttes gondoskodott. A négy tagú zenekar igazi buli hangulatot varázsolt a medence partján, a blues kereteit kitágítva funk és rock'n'rollos jazzes dallamokkal. Hölgyekről. A kapcsolatokról, hogy nem kapod meg a csajodat, és akkor azért, hogy küzdesz, akkor hogy mennyire izgatott vagy, szerelmes vagy, és ettől rezegsz. Az eseményen résztvevők közül többen is már visszatérő vendégként érkeztek a fürdőbe, és élvezték ki a napsütötte órákat. Jó, szuper, Temesvárról jöttünk. Igen, hallottuk, hogy megnyílt és szabad jönni már. Örülünk, hogy itt lehetünk. Jó hangulat. A szezonnyitó egyben egy versenyhelyszín is volt, ugyanis erős emberek mérték össze kondíciójukat. A sportolóknak 4 számot kellett teljesíteniük, és minden izmukra szükségük volt. Lesz egy egykezes nyomás, ami 45 kilós súly, lesz egy röngnyomás, ami 90 kg-os súly, lesz egy előretartás, ami körülbelül egy ilyen 30 kg-os súly, valamint lesz egy kőgolyó pakolás állványra, ami 110 kg-os súly. Mindez időre és ismétlésre fog menni. A napot éjszakai fürdőzéssel zárták, ami úgymond egy felmérés is volt, hogy milyen gyakorisággal lenne rá igény. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint az elkövetkezendő napokban is marad a 30 fok feletti hőség, így ha tehetik, látogassanak el a Hagymatikumba, és hűsítsék magukat a medencékben.